A Rejle Géza utca képeinken látható szakaszán már most több helyen kihelyezték a megunt karácsonyfákat, szabályosan a kukák mellé vagy helyére. Ugyanezen utca másik végén sajnos már nem ennyire szabályos helyre hordták össze a lakók a fákat. Ezen a helyen is látszik egyébként már, hogy a karácsonyfák, illetve a lomb közébe kerültek a kommunális hulladékok. Hajdun László városüzemeltetési főmérnök mutatta meg ma stábunknak, hogyan alakul ki egyetlen rossz helyre kidobott fa helyén illegális szemétkupac. Italos dobozok, műanyag zsákok, egyéb zöld hulladék, de még normál szemetes zsák is kerül a kidobott karácsonyfák mellé. Ez pedig már teljesen szabálytalan, így a Duna-Tisza közi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Autói már nem szállítják el a megadott gyűjtőnapokon. Akkor is elszállításra kerül a szemét, de akkor azt a városüzemeltetési non-profit Kft.-nek kell elvinnie, mint illegális hulladékot, akkor viszont jelentős hulladéklerakói díj merül föl, amely összeget jó lenne, ha másra tudnánk fordítani. A rossz példa ragadós. Bár holnap elkezdődik a karácsonyfák begyűjtése, de a szabálytalanul kihelyezett fák jóval tovább kint maradhatnak. Mindez nem csak esztétikailag veszélyes. Ha valahol kialakul egy illegális lerakat, annak az elszállítása is olyan költség, amit máshonnan kell elvonni. Ráadásul fennáll a veszélye, hogy az illegális szemetelők felbátorodva az eseten a jövőben is ide helyezik el a hulladékot.